Hát a völgység egy igazi kincses ládája, zamatos kincses tára terül el alattunk, és hogy miért is mondtam ezt a zamatost, nem önmagamtól vagyok ennyire prózai, hanem kicsit koppintottam a völgység kincse zamatos alma levéből, amit nem sokára megkóstolunk, tartsanak velünk! Páratlan látvány tárul elénk a szikrázó napsütésben, Kisvejke fölött vagyunk, olyan 200-230 méter magasan a dombtetőn, amerre a szem ellát gyümölcsösök. És milyen kár, hogy nem nyár derekán érkeztünk, ugyancsak a magam nevében beszélhetek, számomra nincs annál jobb nyár délelőtti program, mint hogy dézsmáljam a gazdagon termő gyümölcsfákat, kizárólag engedélye, csőszök és furkosbotok ütlegétől nem tartva. Ez a völgységkincse uradalma, a szó nemes értelmében. Kisvejke környéken az első kajszi gyümölcsösök 89-ben települtek. Ez adta meg a utóbbi, vagyis a későbbiekben a szövetkezet létrejöttét, ez volt az alapja. A 90-es évek második felében, 1997-ben jött létre a Danubia Frukt Szövetkezet, illetőleg a Kisvejkei Gyümölcsös Gazdák Gépkör Egyesülete. Innen indult ennek az egész vidéknek a fellendülése, és innen kapott a FAR program, illetve a SAPAT programi támogatásból lábra ez a mozgalom, olyannyira, hogy az egyetemi segítséggel, a Kertészeti Egyetem támogatásával és hát sok minden egyéb jó csillagzat együttállásból fejlődött ki ennek a termőtájnak az a képe, ami most megvan. A szövetkezet alapvetően termeltetési rendszerben dolgozik, tehát a szövetkezet tagjai termelik meg az alapanyagot, azt beszállítják a szövetkezetek, és a szövetkezet értékesíti. Most a 300 hektár kajszis közepén vagyunk, jól hangzik, ugye? Ez egy nagyon jó adottságú, ökológiai potenciállal a gyümölcstermesztésre megáldott terület, és sikerült ezt az adottságot kihasználni. Egyrészt tehát a természeti feltételek kedvezőek voltak, másrészt pedig itt összeállt egy olyan humán erőforrás rendszer, amelyik segítette ennek a folyamatnak a kialakulását, létrejöttét. Alma olyan 20-30 hektár körüli nagyságrendű, a szilva az ilyen 10 hektár, a medgy az 20-25 hektárra mondható, és őszi barack az 1-2 hektár létezik, vagyis települt, az annyira nem jellemző. Tonnákban mérve évről évre azért változik a helyzet, illetve a mennyiség. A szövetkezetnek van egy kapacitása, amit fel tud dolgozni. Ez a tavalyi évben, a kajszi esetében elérte az 1100 tonnát. Alma esetében ez nagyjából olyan 600-800 tonna körülre tehető, kajsziból és megyből olyan 200-200 tonna, amit mi le tudunk forgalmazni. És ugyan nem fő témája mai műsorunknak a márciusi fagykár, de elkerülhetetlen, hogy ne kérdezzem Istvánt a kajszit ért idei elfagyásokról. Most a Big Red fajtájú kajszi palack előtt állunk. A Big Redről elmondhat, hogy kevésbé tudja a fagyot tolerálni, ezért ez a fajta elég nagy fagykár szokott szenvedni, egyébként máskor is, nem csak ebben az évben. Ettől függetlenül az egy-két szem látható rajta, de ez még mindig közel 100%-os fagykárt jelenthet, mert gyakorlatilag egy-két kilónál több nincs ezen a fán, ez egészen biztos. Mennyi szokott lenni egyébként? Nagyjából egy olyan 60 kilóval lehet számolni egy ilyen térállásban ezeken a fákon. A másik fajta, ami
amit itt látunk, ez a pinkot, kajszi. Ez szinte ugyanazt mutatja, mint a bigret, egy-két szem talán, hogyha van rajta. Ezen is közel 100%-os a fagykár. A szövetkezet vezetői mégsem keserednek el. Fő profiljukhoz és a megyei értékünk a zamatos gyümölcslék készítéséhez kajszit nem használnak. És ha már az üzem szóba került, ereszkedjünk is le Kisvejkére, ahol betekinthetünk a gyümölcslék készítésébe. Ezres évek elején igény merült fel arra, hogy legyen egy elsődleges feldolgozása elsősorban az almának, és miután korábban személyes tapasztalatok révén más léüzemekbe préseltettek az itteni gazdák gyümölcslevet, és tudták értékesíteni, jött az ötlet, hogy egy ilyen elsődleges feldolgozó üzemet, egy léüzemet kellene kialakítani. Mert minden nap egy alma az orvost távol tartja, a mondás meg ezt tartja. Ha ez valóban így van, a mi megyénk lehetne a legegészségesebb vidék szerte az országban. Ropogtatni vagy inni, kinek mire van kedve? A konténerből közvetlenül itt lehetett látni, hogy egy emelő szerkezet billenti rá a válogató sorra az almát, és a különböző méretek alapján kerülnek egy-egy fakba. Tehát ott egy más méret van, itt más méret van, és az szerint lehet gyorsan válogatni. Persze egyúttal a minőséget is figyelik, tehát hogy hibás ne kerüljön bele. Örömünkre szolgált az, hogy a Völgységkincse Szociális Szövetkezetnek a működését már évek óta követjük más uniós pályázatokon keresztül, és most lehetőség adódott arra, hogy az Interreg Közép-Európa program keretén belül a készségek és kompetenciák fejlesztése élelmiszeripari innovációk projekt révén ezt a jó gyakorlatot tudtuk külföldi partnerekkel is megismertetni. Ugye az ICON projekt, aminek keretében ez a promóció zajlik, gyakorlatilag arra koncentrál, hogy vidéki térségekben hogyan lehet alapvetően élelmiszeripari fejlesztések révén munkahelyeket teremteni. A Danubia Frukt Szövetkezet volt az első. Ki kell emelnem azt, hogy nem csak a Danubia, hanem ehhez társult a polgármester személyes hozzáállása, aki tagja is a Danubia Frukt Szövetkezetnek, illetve mindazoknak az egyesületnek és a Völgységkincse Szövetkezetnek is, amelyek itt létrehozták ezt a hihetetlen nagy értéket. Munkatársaink az almát, kerül a mosóba, és a mosóból itt nem csak mosás történik, hanem késsel az esetleges hibás részeket is kiemelik, hogy teljesen egészséges anyag kerüljön a feldolgozóba. Itt
ugye jellemzően a kézi munkára olyan típusú elfoglaltságokra van szüksége, ami a helyben lakóknak is jövedelmet tud biztosítani, és a Bölcsékkincse Szociális Szövetkezet az pont ebbe az alapgondolatba illik bele jól, hiszen helyi dolgozóknak biztosít munkalehetőséget. Elnök úr ugyan nem tért ki rá, de 2012-ben, amikor elkezdődött a munka, akkor 22 főt toborzásából 7 főnek az alkalmazására került sor, és ők hosszabb távon is dolgoztak a szövetkezetben. Itt vannak ezek a szalagon azok a kis fülek, amikre rákerül az alma, és ez így a forog a tulajdonképpen egy elevátor. A darálókból kerül a jó leveses anyag. Ugye egyrészt ez már megy a gyűjtőbe, itt van a gyűjtő alé, ami a darálásból megmarad, a többit pedig a kollégák így szedik, mint a zserbót, ugye ezek a fa rácsok közé kerül be a maga a textil, ami alapvetően a szűrő. És ez, hát ez nem is akármilyen anyag, úgy nem, tudom. Nem, ez speciális szűrőanyag, és akkor, amikor ez a zserbő szelet elkészül, akkor átkerül a másik oldalra, és itt a prés emeli föl ezt az egész rendszer, préseli ki az anyagot. Maga a technológia, amit alkalmaz a Szociális Szövetkezet, az egy alapvetően manufakturális jellegű, de mégis modern technológiának, fejlett korszerű technológiának nevezhető, és az érdeklődésünket pont ezt keltette fel, tehát az, hogy vidéki térségekben hogy lehet egy alapvetően hagyományos, tehát a gyümölcslé zöldségleveknek az előállítás az egy hagyományos tevékenység, hagyományos élelmiszeripari tevékenységet magas szinten művelni, és amennyire tudjuk ezt a lehetőségeink szerint népszerűsítjük. Legutóbb például Olaszországban, Trevizóban mutattuk be a jó gyakorlatot 2018 márciusában. Miután adalékanyag és tartósítószermentes a termékünk, a stabilizációja, a tartósítása az hősok kialakításával történik meg. Egy gázüzemű pasztőr rendszert látunk itt. 83-82-83 Celsius fokon kapja a hősokot maga a lé. Innen kerül át a tiszta, adalékmentes, kizárólag a gyümölcs levét tartalmazó, nyugodtan mondhatom, hogy nektár a csomagolóba. No nézzük. Itt ugye ez a bagging boxos termék készül. Ugye a zsák üresen így néz ki. Ugye ez egy csapos többlemezből összepréselt zacskó. Így maga a csomagolás is hozzájárul a gyümölcslevek eltarthatóságához. Most ez egy tömegmérős rendszer, hát ide rákerül a zacskó, és akkor ha 3 kg, vagy 5 kg, 10 kg, akkor az szerint a kollega leemeli, hát ide kerül, és a csapot bezárja, és kerül aztán hát ide. Ideális esetben a szerkesztőség asztalára is, vagy otthon a hűtőbe, elérhető közösségbe, ez a legfontosabb. Vigyázat, könnyű rászokni, használata egészséget és energia többletet okoz, leszokni pedig, ha kóstolták egyszer is, már egyáltalán nem érdemes. Ebből is, meg a kökényesből is, meg az almából is, meg a körtéből is. Imádom! Elnézést, hát persze, hogy elragadott a hív a raktárban, eddig bírtam magam tűrtőztetni, de mentségemre Vájék a stáb többi tagjának is jutott belőle. A Danubia Frukt Szövetkezet gazdái
megtanulták a gyümölcstermesztés csinyát-binyát, a gazdaesteken, szakmai igényességgel, metszésbemutatókon, tanulmányutakon, és kialakult itt most már egy olyan tudáspotenciál, amelyik előfeltétele annak, hogy ilyen színvonalú gyümölcstermesztés alakuljon ki, és létrejött az a logisztikai háttér, amit itt láttunk. És mondhatnám nagy szavakkal élve, hogy a zamatos gyümölcslé megyénke páratlan értékének története csupán csak elkezdődött. A gondos gyümölcstermesztés, válogatás, egyedi technikájú préselés csupán a zenekar hangolása. A nagy mű teljességében akkor csendül fel, mikor belekóstolunk egy-egy zamatosba. Csodálatos utat tehettünk meg az alma gyümölcsétől egészen a fantasztikus végtermékig, amit most itt láthatnak a kezemben. Jól meg is szomjaztunk természetesen, úgyhogy fogtunk is a raktárból egy-egy csomaggal, és most kocintunk az elnök úrral. Egészségünkre! Kisvejke értéke nem merül ki a zamatos gyümölcslevekben, a település fekvése maga is vendégmarasztaló, a község atmoszféráját megízlelve, hát csak hogy minimum egy képzavar is legyen a mondandómban, tehát mindezt megízlelve, amolyan haza is érkeztünk érzés keríti hatalmába az embert. Höfler József már sokadik ciklusban vezeti a települést, vele az elmúlt és a jövőbeni fejlesztésekről beszélgetünk. A községünk próbálkozott mindig azzal, hogy nem hitelből gazdálkodik, és ugye ezzel kaptunk azért mindig egy kis állami támogatást, ami a mi esetünkben 2,6 millió forintot jelentett. Az első ilyen beruházásunk az orvosi rendelő felújítása volt. Az orvosi rendelőnkhöz egy épület lett, egy rendelő lett hozzáépítve, és a többi a meglevő rész meg fel lett újítva. Az óvoda felújítás már topos pályázatból valósult meg, erről korábban híradónkban számoltunk be. A Bonyhádi körjegyzőséghez tartozik Kisvejke, és ugye mi a bonyhádiakkal közösen adtunk be egy pályázatot, amiből a kisvejkei részre jutott egy 21 millió forintos beruházás, de ez mivel nagyobb összegről volt szó, mint 21 millió, de ezt végső soron meg kellett oldanunk 3 millió forinttal, mert nem fért minden bele az, amit kezdetben elképzeltünk. Itt úgy kell gondolkozni, hogy a tető teljes átépítése volt benne, arra nem jutott pénz, azt oldottuk meg önerőből. Akkor fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, vizes blokk felújítása. Tehát azt kell mondanom, hogy egy akadálymentesítés, tehát egy teljes körű felújítást végeztünk az óvodán. Közben pedig újulnak és korszerűsödnek az utak és a járdák is a településem. Valamikor a Lideres pályátokba lehetett ilyen utcabútorokat, virágtartókat, egyebeket pályázni. Ezek jó kezelt anyagok voltak, minden, de ezek lassan mennek tönkre. Most úgy döntött a testület, ezt már meg is vettük, ilyen kültéri padokat vettünk, amiből a temetőbe szeretnénk felállítani, a faluba szeretnénk felállítani, vettünk 10 darabot, ami szintén 500 ezer forint volt, de folyamatban helyeztük a játszótérnek a felújítását, mert vannak problémák a játszótérrel is már, elhasználódott, festeni kellene, javítani kellene. Apró dolgoknak tűnnek mindezek a több 10 és 100 milliós felújítások és fejlesztések mellett, de ha egy település élhetőségét nézzük, mind a padok, mind pedig a játszótér, vagy akár a temetőben az utak burkolata, a vízellátás megoldása egy ilyen helyen nagyon is fontos szerepet játszanak. Az önkormányzat egy elég nagy épületvagyonnal rendelkezik. Hát az épületvagyon ezt energetikailag, meg mindenképpen fönntartani nem kis dolog. Itt a megújuló energiának a lehetősége, meg hőszigetelés, meg esetleg nyilázárok cseréje, ami már nagy részben megvan oldva az épületeinken, de azért még mindig van lehetőség, amit ahogy előrébb lépjünk. Ezek a pályátok lennének azok, amik még esetleg a község előtt feltétlen fontosak volnának, mert azt is hozzáteszem, ugye, hogy van itt egy szociális szövetkezet, ugye a Völgységkincse Szociális Szövetkezet, ami szintén a Danubia területén működik, de helyszűkében van, ha úgy mondjuk.
az önkártnak volna épülete, ha volna olyan pályázat, amit lehetne hasznosítani ilyen szempontból. Végső soron én úgy gondolom, hogy ezeket az épületeket mindenképpen ilyen lehetőségre kéne kihasználni, mert ezzel is akkoriában, amikor ez elkészül, vagy lehetne egy üzemet idehozni, akkor munka helyeket biztosítana és csökkenteni a munkanélküliséget. Kisvejkét ma körülbelül 440-en lakják. Ahogy a völgységi dombok között a község szinte belehullámzik a mecsekbe, akár biciklivel, akár autóval vagy gyalog, érdemes elveszni benne, ha csak egy napra is. Mi ezt a felfedező utat ajánljuk önöknek most Tolna megyéből.